Sziasztok, szeretettel köszöntöm mindenkit az IGN Board Game legújabb adásában, amiben már klasszikusnak számító kétfős kártyajátékról fogunk beszélni, ami nekem legnagyobb örömmel igen megjelent magyarul is, mert mi otthon sokat játszunk a párommal, és nagyon kevés az olyan kétfős játék, amivel bármikor le tudsz ülni, és bármikor egy 4 óra 20 percet könnyedén el tudsz tölteni, akár a helyet, hogy mondjuk leülnél a Sulaiman elé. És ilyen a Jaipur is, ami nekem mióta megvan nagy kedvencünk. Miről is szól ez a játék? Sziasztok! Igen, ez egy nagyon kellemes, gyorsan pörgő kétfős játék. Kereskedős társasjátékról van szó, ahol minél több pontot szeretnénk gyűjteni különböző áruk eladásával. Ezek a zsetonok, azok az áruk zsetonok, amiket gyűjteni szeretnénk, és minél értékesebbeket szeretnénk begyűjteni a forduló végére. Vannak az értékesebb háromféle áru, és a kevésbé értékes háromféle árunak a zsetonjai. Az értékesekhez legalább két kártyalapot kell beadnunk, ahhoz, hogy meg tudjunk szerezni zsetonokat. Igen, és a kártyalapok színének pontos, meg kell egyezniük a zseton színével. Így van. A pakliban pontosan olyan kártyák vannak, mint amilyen zsetonok itt láthatóak. Kevésbé értékes árukat, ahhoz bármennyi kártyát eldobhatunk, és annyi zsetont fogunk kapni. Az értékeseknél legalább kettőt, de az mindig szabály, hogy amennyi kártyát eldobtunk, annyi darab zsetont szerzünk abból az árutípusból. Ezek az egy zsetonok... fordulóban mondjuk eldönthetjük, hogy mondjuk vagy vásárolunk. Így van, vagy vásárolunk ilyen zsetont, vagy pedig szerzünk lapot. Ha vásárolunk zsetont, akkor egyféle áruból tudunk eladni tetszőleges mennyiségű kártyát, akkor eldobjuk, és kapunk annyi zsetont, amennyi árut eldobtunk. Még van annyi, hogy bónusz zsetonokat lehet szerezni. Ha 3, 4 vagy 5 lapot adunk el egyszerre, tehát nem csak egyet vagy kettőt, akkor kapunk hozzá egy bónusz zsetont, ami plusz pontokat ad nekünk a játék végén. Minél több lapot adunk el, annál több bónusz pontot. Így van. És ahogy mondtad, vagy eladunk kártyát és ezzel szerzünk zsetont, vagy pedig szerzünk kártyákat. És a kártyaszerzés az mindig úgy fog történni, hogy innen a piacról tudunk begyűjteni kártyákat. A játék elején 5 kártyával indulunk, de legfeljebb 7 lap lehet a kezünkben mindig, egy ilyen korlát. És amikor lapot szeretnénk szerezni, akkor 3 lehetőségünk van. Vagy felveszünk egy tetszőleges kártyát a piacról és hozzáadjuk a kezünkhöz, fölcsapunk helyette egy újat. Vagy cserélünk kártyákat. Ha én jönnék, akkor azt mondom, hogy ezt a két kártyát kicserélem erre a kettőre. Így van. Rögtön szereztem 2 zöldet. Pontosan. És ugye, amikről még nem beszéltünk, ezek a teve kártyák, elég sok van bennük a játékban. Tevék azért érdekesek, mert őket nem használhatjuk arra, hogy eladjuk őket és zsetonokat szerezzünk velük, ők a cserében segítenek. Van egy olyan csere lehetőségünk, hogy az piacon lévő összes tevekártyát egyszerre felvesszük, és a tevecsordánkhoz adjuk, amit itt külön gyűjtünk. És ez azért fontos, mert ezek nem számítanak bele a 7 lapos limitünkbe. És a tevéket úgy tudjuk felhasználni, hogy amikor csereakciót választok, mondjuk ezt a kettőt el akarom dobni, viszont én még több lapot szeretnék szerezni innen a piacról, mint 2, akkor mondjuk kiegészíthetem 2 tevével, és akkor 4 lapot is felvehetek a piacról. És akkor ezeket bekerülnek a kezembe, amiket pedig leraktam, és a tevék pedig bekerülnek a piacra. A tevék arra jók, hogy gyorsan tudok vele sok lapot cserélni. És akkor utána jön az én köröm, én mondjuk ezt a 3 zöldet eldobom, ugye ezért megszerzem ezt a 3 érmét. Ugye nagyon fontos, hogy mind a két érmesorban fölülről lefele azért általában csökken a zsetonok értéke. Az értékesebb zsetonoknál ez nem feltétlenül van így, de érdemes tehát az elején az olcsóbbakra is hamarabb lecsapni, hogy minél több pénzt szerezzünk. Ugye én ezt a 3 zsetont bedobom, vagy a kártyát bedobom, megkapom a 3 zsetont, és mivel 3 kártyát váltottam be, ezért megkapom ezt a bónusz zsetont is, mert nem csak 1 vagy 2 kártyát cseréltem be, és aztán jön a Péter. Pontosan. Mondjuk, ha én is eladásban döntök, akkor én meg eldobok 3 ilyen barnát, megkapom a 3 felső barna zsetont, és én is kapok egy bónusz kártyát. És így van, tehát mindegyik áru típusból érdemes nekünk először eladnunk, mert akkor kapjuk meg a legértékesebb zsetonokat. Amikor akkor van vége egy fordulónak, hogyha legalább 3 különböző áru elfogy, árunak a zsetonjai elfogynak, vagy elfogy az összes kártya, ekkor összeszámoljuk, hogy mennyi pontot gyűjtöttünk különböző áru és bónusz zsetonokból. Ezeket szépen felfordítjuk, összeadogatjuk, még kap egy 5 pontos bónuszt az a játékos, akinek a legtöbb tevéje marad a forduló végén. Így van, és akinek a legtöbb pontja lett a fordulóba, az kap egy ilyen Jaipur tokent, és megnyerte a fordulót. És addig játszunk, amíg valaki 2 fordulót meg nem nyert, tehát legfeljebb 3 partit fogunk villatolni egymás után. És egy parti lemegy olyan 15-20 perc alatt maximum, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egyik, tényleg az egyik legjobb és legpörgősebb
van benne szerencsefaktor, de azért van mögött a stratégia is, uh-huh. Úgyhogy ez az a játék, amit tényleg bátran ajánlok mindenkinek, nagyon szép doboza van, nagyon pörgős, nagyon gyors, nagyon élvezetes. Próbáljátok ki, ha megtetszett a bemutatónk, akár a Gamecube-nak a boltjaiban, illetve van ebből egy applikációs verzió is, ez van iPhone-okra is, meg Androidokra is, tökéletesen leképzi a játékot, úgyhogy érdemes kipróbálni. Nyilván a maga az élmény nem ugyanaz, mint hogyha egymással társasoznánk, de arra mindenképpen jó, hogy megnézzétek és megszeressétek, és ha megszeretitek, akkor pedig irány a webshop. Találkozunk jövő héten, sziasztok! Sziasztok!